Új környezetben, egy jövőbeni duális partnernél vizsgáznak a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégium hegesztő diákjai. Ez az első alkalom, hogy a bogyiszlói telephelyen bizonyítják tudásukat a tanulók. De a felkészülésük egy része is már itt zajlott, hogy megismerkedhessenek a helyszínen adott berendezésekkel. Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumában körülbelül 300-an fejezik be a tanévet végzős tanulóként, ezek közül nagyjából 200-an szakmai vizsgát fognak tenni. Éppen szakmai vizsga zajlik, a legizgalmasabb szakmai vizsga számomra viszont a hegesztők vizsgáznak, a hegesztőknek nincsen írásbeli számonkérésük, tehát ők most egy lapra tettek fel mindent. A mai vizsgatevékenység, ez a 7 órás vizsgatevékenység lesz az, ahol megmutathatják szakmai felkészültségüket, és ugye a szóbeli vizsgák most jelen jogszabályi környezetben nem lehetségesek, tehát őnekik ez a lehetőségük van. A beszélődő zajokból hallatszik, hogy elkezdték a munkát, 8 órakor elkezdtük a vizsgát, mind a 4 hegesztési eljárásból számot adnak a tudásukból. A vizsgabizottság folyamatosan értékeli őket, és nagyon bízom abban, hogy mind a 18-an sikeres szakmai vizsgát fognak tenni. Azért is izgalmas a dolog, mert őket most egy új helyen vizsgáznak. Ez az új hely egy leendő duális képzőpartnerünknek a telephelye, ahol oktatási céllal hegesztő tanműhelyet alakítottak ki. A gyerekek az elmúlt hetekben többször voltak itt és gyakoroltak az itteni eszközökön, pont azért, hogy ne legyen meglepetés. Egy-egy eszköznek a működése, vagy egy olyan eszköz, ami máshol esetleg még nem volt kipróbálható. Itt most a legmodernebb körülmények között a legmodernebb eszközökkel vizsgáznak jelenleg éppen. Nagyon jók a tapasztalatok az elmúlt heteket illetően, a gyerekek vizsgáról felkészítésének a során ezek alakultak ki, mind a gyerekekben, mind pedig az iskolában. A hegesztési munkák kivitelezésével foglalkozó cég és az iskola között 3 évvel ezelőtt kezdett el kialakulni a kapcsolat, amikor a vállalkozás egy pályázat keretében támogatást nyert saját oktatóbázis kialakítására. Várhatóan jövőre már a hegesztő tanulók egy része is itt sajátíthatja el ismeretei nagy részét szakképzési munkaszerződéssel. Amikor megvettük ezt a csarnokot, ez egy felszámolásból tudtuk olcsón megszerezni, és gondoltuk, hogy majd itt Paks 2-nek előgyártunk, de hát valahogy nagyon lassan indul ez az egész. És a főnökünk, aki kinnél egyébként Németországban, Merseburgban, azt javasolt, hogy akkor neveljünk magunknak hegesztőket. Hát olyan rossz a hegesztői létszám, tehát rossz hegesztők vannak, meg kell mondani őszintén. Összességében egy olyan 35 főre van. Kapacitásunk 1000 négyzetméteres a csarnokunk, és van egy kis műhelyünk is, abban is még 12-en átérnek. Egyébként nem csak a hegesztéssel szeretnénk foglalkozni, hanem csőszerelőket is szeretnénk képezni, mert Németországban nagyon nagy szükség van az izometriás csőszerelőkre, tehát megpróbáljuk visszahozni az oktatásba ezt az izometriai csőszerelő szakmát, ami szakma tényleg. Az eszközeink azok én szerintem megfelelnek az európai elvárásoknak. Saját hegesztőgépgyárral rendelkezünk Németországban, mi gyártjuk saját magunknak a gépeinket. Ezáltal azok olyanok, hogy biztonsággal neki merünk állni bármilyen varratnak. A céljuk a létesítménnyel elsősorban saját dolgozói utánpótlásuk biztosítása volt, amelyet most a duális képzésben való részvétellel szeretnének megoldani. Biztosítják a feltételeket az elméleti és gyakorlati oktatáshoz, illetve a termelésben való tapasztalatszerzéshez is. Ez lenne a lényege, hogyha mi képezünk ki egy hegesztőt, akkor a mi elvárásainknak megfelelő módon fogjuk ezt elvégezni, és amikor elvégzi a szakmunkás vizsgáját, akkor már mehet is Németországba akár. A munkavilágában a elhelyezkedése a gyerekeknek nagyban függ attól, hogy milyen körülmények között gyakorolnak, mind a szakmai, tehát gyakorlati és elméleti tudásokat milyen körülmények között szerzik meg. Ez azért fontos, mert maga a motiváció az könnyen elveszhet egy szakma iránt, hogyha a körülmények nem megfelelőek. Most ebben az esetben, ugyanis most csak a vizsga felkészülésről beszélünk és a vizsga körülményekről beszélünk, azt gondolom minden adott arra, hogy a gyerekek megszeressék ezt a szakmát, és a gyerekekből felnőttek váljanak, és olyan szakmát szerezhessenek meg, ami nem tartalmazza kezdetben az összes tudás elemet természetes módon, hiszen itt minden nap új helyzetbe kerülnek, minden nap fejlődik a technika, tehát mindig újat és újat kell, nem csak tanuljanak, hanem csináljanak, és ebben a szakmában ez az egyik szépség, azt gondolom. A másik szépség az lehet, hogy szerte a világban van lehetőség és szükség arra, hogy ők a tudásukat megmutathassák, illetve kamatoztassák.